kafén, és vannak különböző szenzorok. Ezek a szenzorok helyettesítik itt az iparban az ember szemeit. Ezek fogják megmondani, hogy hogy áll a kockánk, hogy milyen, hogy műanyagú vagy fém, hogy milyen a színe, hogy fekete vagy fehér. Az első kapacitív szenzor, hogy érzékelte, hogy megérkezett a kockafia. A következőnél meg tud állni, tudjon, mikor állítja meg a futószalagot, és rányom egy tüskével, hogy az orientáció lefele van, vagy felfele. A harmadik egy induktív szenzor, érzékeli, ha a fém a darab, legyen is pedig egy optika, hogy megnézi, hogy fekete vagy fehér. És ha fehér darab érkezne, akkor vissza tudnák küldeni a futószalaggal. Maga az átemelés vákum segítségével történik, ha egy ilyen ejektorral átfújunk gyorsan levegőt azon az ejektoron, és vákum keletkezik a csőben, ezt használjuk fel a kockáknak az átemelésére. Látható, hogy egy fekete kockadra fog ráérkezni magára a másik fényre, belehelyezte a tüskéket, egy munkahelyben segítségével rátolta, betolta ebbe a fénybe a két lukba a tüskét, és ebbe a frézsgépbe pedig a munkahengere összenyomja a két, összefrézsgél a két kockadarabot. Látható a két gombok, amit arra szolgál az iparban, hogyha a munkás beteszi a gyártandó termékeket, akkor úgy tudja elindítani, hogy megnyomja a két gombot, és akkor azt biztosítja, hogy a keze ne kerüljön olyan helyre, ahol megsérülhet, vagy összefrézsgődhet. Ugye a következő futószalagra rárakta, és átfordulja, hogy egyik van egy ilyen kapu, ami ha elzárja a fény útját a kocka, akkor tudja, hogy jönnie kell a munkahengernek érte. Ez adja a következő jelet. Itt pedig egy ilyen raktározó eszély látható, hogy kijön ez a raktározó a kockáért, visszajön alaphelyzetbe, majd pedig egyesével behelyezi ebbe a raktározóba a kockákat. És úgy történik a raktározás, hogy nem nézi meg, hiszen hol van üres hely, hanem úgy van sorrendben beprogramozva, hogy mindig a következő helyiségbe üres helyre rakja be. Az pedig, hogy hol kell megállni, az pedig onnan tudja, hogy vannak ide megfúrva ilyen lyukak, amit szintén egy optó szenzor segítségével tudja, hogy mikor világít meg át egy utat, és tudja, hogy mekkora utat tett meg, és hol kell majd megállnia. Tehát ami nagyon érdekes, hogy egy ilyen prédi műveletet, hogy két fénykockából egyet összepréseljen, egy ilyen bonyolult rendszerrel lehet megvalósítani, és meglehetősen, hogy mondjam, összetett folyamatot kell végig gondolni. Na mostan az iparban természetesen nem ilyen egyszerű a feladat, hanem sokkal bonyolultabb, ezért 40-50 méteres gyártós dolog vannak, például 60-ban is, ahol van ilyen gyártósor. De sok helyen, hogy ne legyen ilyen hosszú gyártósor, ezért egy-két helyről betesznek embert, ahol egy műveletet, ha megvégez, akkor valószínű, hogy fel lehet gyorsítani a rendszer. Tehát ennek a harmonizálása, hogy hol ember és hol legyen eszköz, az egy külön kérdés, mert egy 40 méteres gyártósoron, hogyha valami valahol elakad, akkor 40 méter elakad. Ha pedig emberek dolgoznak bele, mert szép van, szedve a rendszer több részre, akkor párhuzamosan bizonyos dolgokat tudnak előkészíteni, és ha megjavítják, akkor majd pótolják ezt a kimaradást. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy mi a fejlődésnek, vagy a gyors termelésnek, vagy a gazdaságos termelésnek a háttere, mert hogyha mondom, egy rendszer megáll, akkor megáll, akkor ott se előre hát, se hátra. Ha emberek is dolgoznak rajta, akkor pedig van arra esély, hogy kisebb leállással visszállják. Ez nem egyébként nem tudok, de hát azért igyekeznek ezeket bombalítva gyártani. Hát ezek a vezérlő egységek, ezek az ipari számítógépek, amik mindenben körülményeket fordulnak. Jó, hát ennyit szeretünk volna.